74-szer hangzott el a vezényszó és a rajtot jelző sívszó szombaton a Nyíregyházi Városi Uszodában, ahol első alkalommal rendeztek hivatalos úszóversenyt. A házigazda Nyíregyházi Sportcentrumot 50-en képviselték, rajtuk kívül 8 klub színeiben még közel 120-an álltak rajtkőre. Mivel nagyon sokan több számban is indultak, 680 nevezést kellett regisztrálniuk a szervezőknek. Az első olyan versenyünk, hogy a Magyar Úszószövetség engedélyszámmal engedélyezett, bejelentett hivatalos versenyünk, technikai nehézségek ellenére. Mi úgy döntöttünk, hogy egy tesztjelleggel hirdetjük ezt meg a versenyt. 8 egyesületet hívtunk meg, Debrecenből, Ózdról, Miskolcról jött két csapat is, Gyöngyösről és 60-ból hívtunk versenyzőket. Van, akik nagy szeretettel és nagy csapattal jöttek, 50-60 fővel, van, akik csak néhány fővel. Én úgy gondolom, hogy ez a verseny nagyon jó teszt lesz arra, hogy az úszodának azt a technikai gondjait, nehézségeit, ami egy verseny alatt merül föl, itt meg tudjuk majd oldani. A nyíregyházi úszók közül a válogatott Szurovcsák Ivet válsérülését követően még nem állt rajtkőre, versenybíróként tevékenykedett. A szintén válogatott Hatházi Dóra a márciusi felnőtt országos bajnokságra szeretne a legjobb formába kerülni, mivel azon kvalifikálhatja magát a hazai rendezési májusi Európa-bajnokságra. Most már kezdem jobban érezni magamat a vízbe, és ezt a 400 pille is bizonyította, ugyanis egy 4.43-as időt sikerült úsznom, ami úgy gondolom, hogy egész jó. Barna Bianca az elmúlt év őszén 4 arany, 1 ezüst és 1 bronzérmet szerzett a serdülő bajnokságon. Urvin Tamás és Kovács Rita tanítványa Tajti Milánnal együtt bekerült a Heraklész bajnok válogatottba. A 15 éves versenyző elsősorban a korosztályos megmérettetéseken szeretne jól szerepelni, de a felnőtt bajnokságon is megcélozza a döntőt egy-két számban. Nagyon jó időeredményeket értem el, a 400 gyorsan sikerült javítanom 6 másodpercet, a 200 vegyesen most pedig az egyéni csúcsomhoz közel úsztam, úgyhogy most nagyon örülök. Az egyre jobb eredményeket elérő Veres Fanni nem édesapja sportágát választotta, a korábbi sokszoros válogatott Veres Péterrel ellentétben nem a röplabdapályán, hanem a medencében érzi magát a legjobban a 16 éves versenyző. Azért az úszás sportot választottam, mert gyerekkoromban volt egy elég komoly betegségem, csípőficammal születtem, és a gyógyúszást kezdtem el általános iskolában a csípőm egészségi állapota miatt, és így lett belőle a versenyúszás, mert az előző edzőim azt mondták, hogy hát jó vagyok benne, tehát hogy kéne folytatnom magasabb szinten. A nyíregyházi úszók összesen 56 érmet szereztek a versenyen. Mint Urvin Tamás elmondta, két szomszédmegye sportági vezetőivel egyeztetve életre hívnak egy sorozatot. Így a jövő hónapban Debrecenben, majd márciusban Miskolcon mérik össze tudásukat az úszók, aztán ismét Nyíregyháza következik. A tervek között szerepel még a Szabolcs Kupa újbóli megrendezése, így ősszel ismét nemzetközi úszóversenynek adhatna otthont Nyíregyháza.